És már is folytatjuk a hírórát, jó estét kívánok! A mai műsorban hamarosan megmutatjuk és el is mondjuk, hogy mire kell majd ügyelniük hétfőtől a Rákóczi út környékén közlekedőknek az ott kezdődő felújítások miatt. Aztán elmondjuk, hogy miről volt szó a tegnap esti felsőszéktói lakossági fórumon, és izgalmas beszélgetéseink is lesznek. Elsőként dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatója lesz a vendégünk, aki a Nyíri úti telephelyen induló nagy beruházások kapcsán fog szólni. És itt lesz Járosi Péter is, aki a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke. Idén ugyanis hazánk, egészen pontosan Szeged ad otthont a sárkányhajó világbajnokságnak. Kezdünk, tartsanak velünk! A híradóban is szóltunk már róla, hétfőtől lezárják a Rákóczi út páros oldalát a kezdődő útburkolat felújítás miatt. A forgalom korlátozás és a buszok elterelése várhatóan egy hónapig tart majd. Ennyi idő kell ahhoz, hogy a megsüllyedt térköveket szintbe hozzák az út teljes hosszában. A jövő hét elején elkezdődnek a Rákóczi út felújítási munkálatai, amelyek miatt a páros oldal teljes hosszában lezárásra kerül. Bár Kecskemét önkormányzata közleményben tájékoztatta a lakosságot, illetve a környéken lakóknak lakossági fórumot is tartottak, még sokan nem hallottak a kivitelezés miatti lezárásról. Nem hallottam, de nem is kecskeméti vagyok, igaz, minden nap ide járok, de nem hallottam. Nem hallottam róla, nem tudok róla. A DAG ZRT szintén tájékoztatta utasait az autóbuszok terelési útvonaláról. A forgalomkorlátozás által érintett helyi buszjáratok nem érintik a Cifrapalota megállót. A Rákóczi út helyett a buszok a Bethlen körút, Jókai utca felé közlekednek majd. A terelések miatt 5 perccel növekszik a járatok menetideje. Hallottam, hogy a színháznál vagy valahogy úgy lesz. Még nem tudom pontosan, másodikától hallottam, hogy lesz. Nem tudok még semmit biztosra. Az interneten én olvastam, hogy melyik útvonalon melyik busz megy majd. Hát így nem tudom konkrétan így megmondani. Minden esetre a felújításról és a forgalom elterelésről különböző véleménnyel vannak a kecskemétiek. Csendesebb lesz. Nekem tetszik. Elég zsúfolt lesz. Nem tudom. De majd valahogy megoldjuk, ahogy lehet. Én úgy tudom, hogy garanciális javítás lesz a Rákóczi utcán, az aluljáron áll, pedig ott az a nagyszabású átalakítás, körforgalom, ha igaz. Mert már ellentmondásos híreket is kaptunk. A hírek igazak, azonban az aluljáró felújítása még nem a jövő héten kezdődik. Teljes hosszában felszedik a térkövet, kijavítják az ágyazatot és új burkolatot helyeznek le. Ezek a nyomvonalak jelzik pontosan a szükvedéseket. A belváros önkormányzati képviselője Hörcsök Imre mutatja, hol várható a kis utcák lezárása. A munkálatok miatt a Hajdú és a Veselényi utca sem lesz használható. A felújítás a páratlan oldal forgalmát és a gyalogosokat nem fogja akadályozni, ők ideiglenes gyalogos átkelőn juthatnak át a páros oldal járdájáról a középső sétányra. A lakosságot fórumon is tájékoztatták, többek között a környező utcákban lehetséges parkolásról. A parkolás a parkolási engedély útján érvényesíthető, a városrendészettel a városvezetés tárgyal, illetve kéri és intézi ezeknek az utcáknak a kijelölését. Ha szükséges, közzétesszük, ha még nem férnek el az itteni kis utcákba, ha ilyen igényel, mint ahogy a lakossági fórumon is jelentkeznek az itt lakók. A felújítás időpontjának kiválasztásakor az önkormányzat azt tartotta szem előtt, hogy a forgalomkorlátozás a szünidő és a szabadságolások időszakában történjen, mivel ilyenkor sokkal kisebb a városi forgalom. Segíteni próbáljuk ezt az egy hónapig tartó nehezebb időszakot, hogy minél kevesebb zavar, minél kevesebb olyan helyzet álljon elő, amelyben a megszokott életet egy kicsit befolyásoljuk, kicsit mássá tesszük, de annak reményében történik mindez, hogy egy kiváló útpálya fog újra rendelkezésre állni a kecskeméti lakosoknak. A várhatóan egy hónapig tartó felújítást a Duna Aszfalt Kft. Végzi el, amelyet az önkormányzat a 2012-es építési munkák szavatossági igénye alapján érvényesített.
Elérhető közelségbe került az a terv, amely szerint egy helyen működne az összes kórházi osztály Kecskeméten. Mindez az úgynevezett Pólus 2 program keretében valósulna meg, amelynek előkészületei, vagyis a közbeszerzési eljárások már zajlanak. Konkrétan mindez azt jelenti, hogy a reumatológiai és pszichiátriai osztály a Honvéd kórházból átköltözne a Nyíri úti telephelyre. Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatója vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét! Feltételes módban kezdtem a felkonferálásomat, aztán próbáltam korrigálni, mert hogy nem elérhető közelségbe került, hanem bizonyos pontokon már konkrétumokról beszélhetünk, ugye a közbeszerzési eljárás is elindult. Milyen építkezések, milyen fejlesztések indulnak meg az első ütemben? Ugye a Pólus 2 program, ezt tulajdonképpen mi neveztük el még annak idején, amikor a Pólus program annak idején elindult, és akkor látszódott már, hogy a Zizsáki úti telephely leürítése kapcsán lesznek olyan osztályaink, amelyek a Pólus program keretében megépítendő új épületbe nem fognak elférni. És akkor történt az, hogy akkor még ugye megyei önkormányzat volt a tulajdonosunk, hogy az önkormányzatnak volt egy olyan döntése, hogy ő saját maga a hiányzó épületrészt azt meg fogja építeni, és így neveződött el végül is ez a Pólus 2 program. Aztán ugye közben megtörtént az államosítás, és aztán hosszú időn keresztül úgy nézett ki, hogy ez egy álom maradt, de most úgy néz ki, valóság lesz belőle, hisz az elmúlt évben kormánydöntés született róla, hogy a Pólus 2-t meg kell valósítani, és ennek keretében az első ütemben, ahogy itt korábban már a híradóban is lehetett hallani, a reumatológiai osztálynak az épülete épül meg, aztán utána lesz egy nagy raktárépület, amelyre rendkívül nagy szükségünk van. Nyilvánvalóan az összekötő folyosók, az infrastruktúrális fejlesztések is meg fognak történni, és ugyanebben a Pólus 2 első ütemében egy kápolna is meg fog épülni. Az, hogy csúnya szóval lecserélődött a városról az államra a beruházást viselő szerv, az jelentette azt, hogy a költségek is, az erre ruházható pénzforrások is növekedtek? Egy mennyit tudnak fordítani erre a projektre? Ugye a kormányhatározat alapján, múlt évi kormányhatározat alapján 5,6 milliárd forint van erre a beruházásra. Azt már akkor is azért lehetett sejteni, hogy egyrészt az elmúlt időszakban az építőanyagipari árak azok lényegesen emelkedtek, és ugye azért állandó munkaerő probléma van az építőiparban, tehát a szakmunkások bére is lényegesen emelkedett. Úgyhogy igazából, hogy ennek a beruházásnak a végső összege mekkora lesz, azt majd akkor fogjuk tudni megmondani, amikor már kiválasztásra került a beruházó is, mert ő pontosan meg fogja adni azt az árat, hogy ezt az épületet, ezeket az épületeket milyen összegért tudja megépíteni, és nyilvánvalóan ezelőtt, mielőtt még ez az építkezés elindul, szükséges egy ismételt kormányzati döntés, hogy ezt az árat elfogadják. Ha már a határidőket érintettük, akkor mi az az utolsó határidő, amire a teljes Pólus 2 program megvalósul? Hát én úgy gondolom, hogy olyan 2020-2021 végére teljes körűen befejeződik a Pólus 2 program, de erre az időszakra befejeződik az egynapos sebészetnek a épületének a megépítése, és nagyon remélem, hogy egy nővérszálló is megépül, hisz mindkettőt pályázaton nyertük, és még van lehetőségünk egy gyerekpszichiátriai részlegnek a megépítésére is. Valamilyen szinten próbáljunk egy ilyen virtuális sétát tenni a telephely környékén. Ugye, hogyha az ma ismert STK, vagy az STK-ként ismert épület felől közelítünk, akkor az építkezés az valahol ott a jobboldali területen lesz, ahol ugye nemrégiben egy parkolót is kialakítottak. Itt lesz a teljes beruházás? Igen, hogyha elindulunk egy ilyen sétával, akkor először is azt kell mondjam, hogy nagyon bölcsek voltak elődeink, amikor a kórház területét úgy jelölték ki, hogy egy majdnem ugyanakkor a tartalékterületet is hozzáraktak a kórház területéhez, gondolva arra, hogy a későbbi fejlesztésekre bőségesen legyen helyünk, ezt fogjuk most kihasználni. És ha egy ilyen virtuális sétán indulunk, akkor ugye az onkológiai épülete utáni területek lesznek beépítve, és ott egymáshoz kapcsolódva lesz a pszichiátriának két épülete, lesz a reumatológiának egy épülete,
aztán ehhez kapcsolódik egy egynapos sebészeti egység, és a sarki részén fog megépülni a nővérszálló, valamint a telekhatáron a gyerekpszichiátriai ellátóhelyünk is. Ha már maga az építkezések ugye párhuzamosan zajlanak majd, mi alatt a Honvéd Kórházban ugyanúgy zajlik a munka, de érinti majd bármilyen módon is a betegellátást ez a beruházás? Semmilyen módon nem érinti a betegellátást is, azok a betegellátó osztályaink, amelyek most a Honvéd Kórházban vagy a piaristák terén, gondolok itt a tüdőgondozóra, végzik a betegellátást, ők addig ugyanazokon a helyeken maradnak, és akkor költöznek át, amikor teljes egészében elkészült az épület. Szervezetileg maga ez az összeköltözés, ez jelent valamilyen fejlődést, vagy szervezeti átalakítást a kórház életében? Hát hogyne, főleg azoknak az osztályoknak, akik költöznek, hisz azért a központi telephelyen van meg a diagnosztika minden lehetősége, és azért a Honvéd Kórházból is át kellett szállítani a beteget, ha komolyabb diagnosztikára volt szükség, és konzíliumok is kicsit nehézkesebbek voltak, hisz nem egy telephelyen voltuk, és ezek mind megszűnnek, hogyha egy telephelyen fogunk dolgozni. A projektnek része eszközbeszerzés is, tehát megújulnak az eszközök is a kórházban? Természetesen, tehát a reumatológiának, a pszichiátriai osztálynak megújul az eszközparkja, a bútora is természetesen, és ugyanígy az egynapos sebészetnek természetesen ott is vadonatúj műszerekkel fogunk tudni dolgozni. Tehát akkor ha most össze kell foglalnunk, ugye a Honvéd Kórházban működő osztályok és a tüdőgondozó fog költözni az új telephelyre. A Honvéd Kórházban lévő két osztályunk, a tüdőgondozó, aztán van nekünk egy foglalkozás egészségügyi egységünk, amely jelenleg a szakrendelés épületében van elhelyezni, őt is szeretnénk ebbe az épületbe elhelyezni, és ami még nagyon fontos, hogy a reumatológia épületébe lesz végre egy nagy konferencia központ, egy nagy terem is, ahol mondjuk, ha összeszeretnénk hívni a dolgozóinkat, akkor talán mindenkit le fogunk tudni ültetni. Lejárt a műsorodunk, egy rövid kérdés, lehet-e tudni azt, hogy a Honvéd Kórház épületével mi lesz? Hát egyelőre megmondom őszintén, nem tudom. Én nagyon szeretném, hogyha az a felújított épület, az általunk felújított épület, az tovább is az egészségügyet szolgálná, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne ápolási osztályra, valamint krónikus osztályok létrehozására, és ez a felújított épület, ahonnan a pszichiátria és a reumatológia kiköltözik, ez tökéletesen megfelelne ennek. Főigazgató úr, dr. Svéb Ismiáj, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a meghívást. Mi pedig folytatjuk a kiemelőt. Csatornázás, közvilágítás, utcabizalmik kinevezése, ezek a témák álltak a középpontban a Petőfi Város Felsőszéktől lakossági fórumán. Az elsődleges cél azonban egy olyan kommunikációs folyamat kialakítása, amely az ott élők életét és a terület fejlesztését segíti. Térképeket és tájékoztatókat osztottak ki tegnap délután a Petőfi Város Felsőszéktől lakossági fórumán, ahol a legfontosabb téma az úgynevezett utcabizalmi személyek kijelölése volt. Ennek a projektnek a lényege, hogy minden utcában lesz egy ember, aki a hozzátartozó szakasz ügyeit intézi, és a városházán képviseli az ott lakók érdekeit. Mert azért kell, hogy a városházával kapcsolatot tudjuk tartani úgy, hogy egy-egy utcabizalmit, ha behívunk a városházára, és a főépítési osztály, vagy a beruházási városüzemeltetési osztály elmondja, hogy abban az utcában milyen feltételek vannak, milyen módosulások várhatók, akkor tulajdonképpen közösségi életet szeretnénk úgy létrehozni, ami által a terület is fejlődésnek indulhat elvileg. Tehát tudja a lakó, hogy mire számíthat, a lakó elmondja az utcába, hogy mi azok a föltételek, és mi elmondjuk, hogy mit tudunk hozzányújtani, tehát tulajdonképpen egy kommunikáció, egy közösségi munkát fogunk kezdeni. Ez egyébként ugyan önkéntes munka, mint a polgárőrség, fizetés nem jár érte. Nagyon nagy a érdeklődés egyébként, nagyon szeretik ezt a fajta felvetést, de később ennek alapján tudjuk a felsőszéktől feldolgozni, mert tudnélik, hogy 10 év alatt került külterületbe belterületi minősítésre ez a terület, ennek 5 éve, 5 év alatt nagyon sok minden történt, de az utcákban azok a típusú fejlődések még nem indulhattak meg, mert nincsenek képbe a lakók, nem tájékozottak, és ez került elítélve tulajdonképpen.
A legfontosabb az, hogy együtt találják ki a problémák megoldását. Például az utak állapota esetében, bár ez esetben a folyamat már el is indult. Tájékoztattuk a lakosságot arról is, hogy megindult Felsőszéktóban a Sutus körforgótól a Csalánosi út felé a szennyvízbekötés. A Őszi Rózsa utcát bekötöttük, az idén már víziói engedéllyel rendelkezik, az idén bekötjük a Kőrózsa utcát, és 150 szórólappal tájékoztattuk egész a Diófás közig, a Csalánosi útra rá fogjuk húzni a Petőfővárosi szennyvízrendszer, megyünk tovább, és de ez is egy lassú folyamat, ma lakóknak ugye kérni kell a kétharmadának, másrészt pénzbe kerül, tehát tulajdonképpen, de ennek is van realitása, hogy tudunk gyűjteni minél több igénylőt, tulajdonos, aki a szennyvízbekötésre is tulajdonképpen hajlandó. A Démász elkezdte a kérésünkre a vezérlőszálak kihúzását Felsőszéktón, mert ugye lakott városrész beltelet, és ahol a vezérlőszálat kihúzta és jelezte, hogy kihúzták, akkor mi költségvetés függvényében megrendeljük, és a közvilágítást elkezdjük fejleszteni. Jó példa erre, a széles köz hátsó felén, a Piarista táborhegy közelében van a Napkelet utca, és ugye az egy annyira forgalmas, korábban is forgalmas kereszteződés volt a széles közről, hogy ott már korábban egy napelemes villany irányfény a csatlakozó csomópontba kihelyeztünk. Viszont most, hogy a vezérlőszálat kihúzta a Démász, már most 9 lámpatestet ki tudtunk helyeztetni, és az tulajdonképpen felszabadult az a napelemes közvilágítás, át tudjuk helyezni máshova, mert áthelyezhető. A rendezvényen részt vett Bogasov István önkormányzati képviselő, most mint Telek tulajdonos, aki támogatja az utca bizalmiak kinevezését. Nagyon fontos az én szerintem, hogy az itt lévő területen, a Felsőszékton és azokon a területeken, ahol nincsenek utcák, vagy pedig ilyen mondva, vagy olyan utcanevek vannak, amiket a lakosok választottak maguknak, ezeken az utcákon legyenek olyan képviselői az utcáknak, akik úgy érzik, hogy ezt az a közösség, akik ott élnek, azok odafigyelnek mindenre, és felelősséggel tartoznak az ott lakókért. Nagyon fontos az, meg hogy meg tudjuk szervezni különböző olyan dolgokat, hogy takarítás, gyomírtás, útszélesítés, esetleg közművek bevezetése, ahol nincsen közmű, vagy útépítés, ami nagyon fontos lenne itt ezeken a vékony utakon. Én nagyon fontosnak tartanám, hiszen azt látjuk, hogy a város terjed, és ezeken a területekre egyre több ember költözik ki. Kósa József, Petőfi város Felsőszéktó önkormányzati képviselője szerint a területet fejleszteni kell, ehhez pedig kommunikáció szükséges, és ebben tudnak segíteni az utca bizalmiak. A 2018-as magyarországi sárkányhajózás életében két szempontból is sporttörténeti mérföldkő. Egyrészt a Magyar Sárkányhajó Szövetség idén ünnepli 20 éves fennállását, másrészt pedig hazánk ad otthont a Sárkányhajó Világbajnokságnak. Vendégünk Járusi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az, hogy egy világbajnokságot rendez egy ország, az nyilvánvalóan legyen az bármilyen világbajnokság, mindenkinek egy nagyon komoly sikerélmény, pláne a sportágnak. Azért, hogy ma a Magyarországon rendezik a Sárkányhajó Világbajnokságot, azért mennyire kellett megküzdeni az önök szövetségének? Minden egyes világverseny rendezésért küzdeni kell, ezért is kellett. Nekünk elég komoly ellenfeleink voltak, de végül is, aki az utolsó körben ott maradt, a Szingapur volt, és ő komoly ellenfél volt, hiszen nagyon komoly anyagi bázissal rendelkezett, komplett bank finanszírozta volna a világbajnokságnak a rendezését. De mégiscsak mi nyertünk, valószínűleg ennek az oka az egyébként, hogy ugye két nagy világverseny rendezésén már túl voltunk, amik nagyon sikeresek voltak, minden idők egyik legsikeresebb klubegénység EB-t 2009-ben rendeztük Budapesten, 2013-ban pedig nemzetek közötti EB-t Szegeden, és ezt úgy értékelt a nemzeti közi világ, a sárkányhajósok, a közösség, a vezetők, hogy megérdemeljük a egyik legnagyobb versenyrendezési lehetőségét is. Ha számokat kellene mondani, tudunk számokat mondani, hogy hány országból hány csapat vesz részt, és egy ilyen rendezvény mennyi embert mozgat meg? Hát nagyon sokat. Ez minden idők legnagyobb világbajnoksága lesz ebben a sportban. A 13-as nemzetek közötti VB is nagyon nagy volt, hiszen 30 országból 3000 sportoló volt itt Szegeden. Na most duplázunk.
ami azt jelenti, hogy az országok száma az igaz egyenlő, tehát 31 országból, de ugye a klubokat tekintve 144 klub, 6100 versenyző érkezik. Ez Szegedre. Önmagában logisztikailag is egy komoly kihívást jelent. Ha én így előre elpróbálom képzelni, milyen lehet egy ilyen verseny, akkor csak a saját tapasztalataimból, élményeimből adódóan azt tudom elképzelni, hogy azon, amellett, hogy egy nagyon feszített, komoly versenyről van szó, itt egy ilyen, bocsánat a kifejezésért, parti hangulat is lehet. Tehát ehhez a sporthoz valahogy nekem mindig a jó hangulat társul, nem véletlen a csapatépítések egyik fő eleme a sárkányhajózás. Erről a kollégák talán még néhány videót is meg tudnak mutatni. Jól látom, hogy egy csapatépítő játékos sportból egyre inkább egy professzionális irányba mozdulnak el? Az a helyzet, hogy ez egy több ezer éves múltra visszatekintő sport. Kínából, Dél-Kínából származik. Nagyon sok változáson ment keresztül. A mai modern világban valóban létezik az az oldala, ez a csapatépítő oldala, de nem szabad elfelejteni, hogy azért ezt az emberek rendszeresen űzik, még hogyha szabadidősport jellegű, és magában rejti a professzionalizmust is. Ugyanakkor egy militarista sport, mert sok embernek kell egyszer együttműködni egy célért, hiszen akkor legeredményesebb a hajó, ha a legpontosabban neveznek együtt, gyorsan benne az emberek. Az vitathatatlan dolog, hogy vidám a sport. Magából a sárkányhajóból kiindul, már az maga vidám, hiszen ugye a sárkányfejjel farokkal egy ilyen csodálatos hajótest 13,5 méter hosszan jól mutat, főleg, hogyha egymás mellett 8 fog futni a matyéren, az igen látványos lesz. Tehát valóban igaz az, hogy látványos, kedves, vidám, könnyen megtanulható, egy igazi közösségi sport. És mellette még ott van a doboknak az üteme, ami sok így szempontból van. Még ilyen megnyugtató is lehet. Azt mondta, hogy szabadidő sport. Ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy azok a világsportolók, akik ide érkeznek, valójában ezt a hobbiként a civil mindennapi életük mellett tűzik? Ez pontosan így van. Tehát úgy edzenek a csapatok, ha mondjuk Magyarországból indulunk ki, nálunk is az a rendszer működik, hogy kicsit rosszabb a helyzeteként nálunk, mert mindenkor általában 7-ig, 7-8-ig is dolgoznak az emberek, sokszor akkor kezdenek a tréningek, és 9-9-10-kor még edzenek a vizen ilyenkor nyári időszakban, tehát ez kifejezetten munka után végzik az emberek. Most feltehetnék egy olyan gonosz kérdést, hogy mit tippel, hogy a magyar csapatok hogyan fognak végezni, de én ezt nem várom el, meg talán nem is lenne fair, de mit tudunk a magyar csapatokról, egy ilyen helyzetképet, mit tudunk róluk adni, mennyire erősek? Hát először is óriási dolog az, hogy ugye ez klubverseny, és a klubverseny egyébként a legnehezebb, hiszen a sport maga klub szinten szerveződik. Tehát a nemzeti válogatottaknál sokszor erősebbek a klub válogatottak, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és Magyarországon ezen a versenyen most 725 magyar indul el. A harmadik legerősebb nemzet vagyunk, 15 klubunk versenyez, és ebből áll össze ez a nagy létszám, hiszen ugye mi korosztályban mindent lefedünk, tehát U18-tól egészen senior B-ig vannak itt versenyszámok, és azon belül férfi, nő, illetve mix, vegyes kategória. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus szám, és az is nagyon lényeges, hogy négy egyetemi csapat is benn van ebben a 15 klubban most, amely versenyez ezen a világbajnokságon. Tehát történelmet élünk ilyen szempontból is, hogy nagyon sok a résztvevőnk, és visszatérve az előző, de föl nem tett kérdésére, azt gondolom, hogy lesznek reményeink, főleg az ifjúsági szinten, de mondjuk premier korosztályba beleszólni itt az élharcba, az nem lesz könnyű, mert 43, mondjuk, hogyha csak a premier mixet veszem, 43 premier mix legénységből kellene 1-3-ba odaérkezni. Lehet, hogy megtesszük, de nem lesz könnyű. Hát önmagában már, ha csak a ifjúsági eredményeket hozzuk, az is már nagy büszkeség. Hogy néz ki, kategóriákat elmondta, hogy néz ki a verseny, hogyan fog felépülni, hány napig tart, és egyáltalán aki érdeklődik, az hogyan tud nézőként azon részt venni? Hát először is nagyon fontos dolog, hogy a vidámságra visszatérve, Sárkányok hete, te is légy a részese, ez a szlogenünk. Ez valóban egy hetes program, július 16-án lesz a megnyitó ünnepség Szegeden a Huszár Mátyás rakparton. Azt követően 17-18 200 méteres futamok a Matyéren, 19-20 500 méteres futamok, és azután jön az igazi show pluszban, hiszen 21-én, 22-én beköltözünk Szegedre a Tiszára, és az élő Tiszán lesz a 2000 méter, ugye, ami behúri futamokat jelent, hiszen 500 méteres átmérőjű körön versenyeznek a hajók egymással, egymás után akár 12 hajó is indul időkülönbséggel, üldözéssel lehet előzni, ez a leglátványosabb versenyszám ennek a sportnak, ezt 10-15-20 ezer ember is láthatja majd ott Szegeden. Különleges dolog az is, hogy először lesz élő tévé közvetítése az eseménynek napi egy órában, úgyhogy azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy egy jó versenyt nézzenek az emberek, és a részesei legyenek. Belépő jegy nincs, ingyenes a látogatás az eseménynek mind a Matyéren, mint természetesen benne a belvárosban, tehát nagy szeretettel várunk mindenkit, és azért is köszönöm és vállaltam ezt a
kecskeméti fellépés, mert számomra fontos az, hogy miután itt is ez a sport működik, minél többen jöjjenek el esetleg innét és megnézni ezeket az eseményeket. Nagyon rövid a műsoridőnk, mindjárt be kell fejeznünk a beszélgetést, de akkor mondjuk már el azoknak, akik most kapták fel a fejüket arra, pláne, hogy Kecskeméten is működik egy ilyen egyesület, hogy hogyan lehet csatlakozni, hogyan lehet ehhez a jókedvű sporthoz hozzáfogni. Hát először is jó a helyzet, mert Magyarországon most már egyre több helyen van sárkányhősport. Kecskeméten is működik klub is, illetve ugye vannak rendszeresen versenyek, illetve hát tudok olyan sportolókat, akik esetleg Kecskemétek, de például Szarvasra vannak leigazolva, ott is versenyeznek, és egyébként most indulnak a világbajnokságon. Ma már ehhez hozzá lehet jutni tényleg. Rengeteg ponton elérhető, mondjuk ajánlom a szövetségünk honlapát, ahol egyébként elérhetők a klubok, rajta vannak a pontos elérhetőségek, klubvezetők, tehát föl lehet venni a kapcsolatot, nézzék a Facebookot, nézzék a honlapunkat, minden híradást, ami most, és remélem minél több meg fog jelenni erről a versenyről. Július 16-án tehát Szegeden indul a sárkányhajó világbajnokság, amely mára már egy igazi professzionális sport lesz, és élőben is közvetíti a televízió. Örömmel hallottuk ezeket a híreket, és sikeres rendezvényt kívánunk Önöknek, és sok sikert a magyar csapatoknak. Nagyon köszönjük. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy itt volt. Folytatjuk a kiemelőt. Méghozzá az ifjú versmondókat bemutató sorozatunkkal folytatjuk. Ők azok, akik a Hérösagóra Ifjúsági Otthon és a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely 22. alkalommal meghirdetett versmondók találkozóján a legjobbak voltak. Ma Kis Nikolettet láthatják. Kis Nikolett a Katona József Gimnázium 10. osztályos diákja. Tagja az iskola színjátszó körének, ha pedig elvégzi a középoktatási intézményt, jelentkezni szeretne a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemre, vagy a Kaposvári Egyetem művészeti karára. Szabad idejében röplabdázik, olvas vagy zenét hallgat. A versmondók találkozóján, melyre Orbán Edit tanárnő készítette fel, már több alkalommal szerepelt igényes és eredményes versmondásával, így ez évben versmondó diák díjjal, illetve ezüst díjjal is kitüntették. Szabó Lőrinc, Pocsolyák. Esett, megint kisütött. Szanaszét tócsák ragyogtak. Mint mély szakadék nyílt elém egy-egy tükrös pocsolya, a fekete föld egy-egy ablaka. S az ég beléjük oly mélyre esett, hogy szédítette a rémült szemet, s egy pillanatra elhitette, hogy lent, valahol egy másik ég ragyog. Igen, egy másik, amelyik a talpunk alatt szikrázik. Számoa, vagy hogy is hívják azt a szigetet, mely valahol épp alattunk lehet. Annak az ege tátongott felém, vagy majdnem az. Olyan iszonyú fény, oly gyönyörű gyémántkék áradása rohant meg lentről, olyan ragyogás csapott elő, és olyan hirtelen, hogy azt hittem, mindjárt beleessem. És csak kápráztam, és szédültem, és oly jó volt egy gyönyörű tévedés, hogy sokáig eljátszottam véle, szerettem volna mutogatni. De aztán mégis nem szóltam senkinek. Kinevettek volna az emberek. Még most versben elhiszik a csodát, a valóságot, hogy a pocsolyák tükrös fényükkel a tavaszi napban kiukasztották a földet alattam. Holnap ilyenkor már azt mondhatnánk, hogy itt a hétvége, mert hogy közeleg a hétvége, ezért meg is mutatjuk, hogy milyen programokkal várja Önöket a város, illetve a környéke. A Paletta magazin következik. Köszöntöm Önöket, ez itt a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló magazin műsora. Bár az időjárás kicsit ránk ijesztett az elmúlt napokban, ez semmit sem változtat a következő egy hét szuper programjain. Hogy csak annyit mondjak, most ez például a várva várt Csiperó Fesztivál, Kecskeméten egy hétig a gyerekek lesznek a főszereplők, de nézzük, mit tartogat még a következő néhány nap. Én Puha Éva vagyok, tartsanak velem!
Légy te is részese a 15. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozó Fesztivál parádéjának és az azt követő izgalmas megnyitónak. Kecskeméten egy héten át minden a gyerekekről szól majd a 15. Csiperó Fesztiválon. Vasárnap este 18 órától fesztivál parádé a résztvevő csoportok felvonulásával a Vasútpark, Rákóczi út, Szabadságtér, Nagy Színpad útvonalon. 19 órától megnyitó ünnepség vár mindenkit a nagy színpadon a főtéren, fellépnek a találkozóra érkező külföldi gyermekcsoportok is. A rendezvényt a találkozó fővédnöke Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége nyitja meg. A város kulcsát Szemereiné Pataki Klaudia adja majd át a gyerekeknek. 20 óra 30 perctől a híres néptánc tanoda és a Székely Mikó Kollégium néptánc együttesének közös műsora a muzsikás együttes kíséretében zárja majd az estet a főtéren. A további napokon a Csiperó keretében július 3-án 20 órától a Punani Masszív, július 7-én 21 órától pedig a Budapest Bárad majd koncertet. A romkert már önmagában is egy különleges hangulatú világot tár elénk, de most még szebbé varázsolják. A Csiperó alatt a romkert július 2-től 6-ig minden este igazi varázskerté alakul, ahol mesés fények ölelésében, akár függőágyakban is részesei lehetünk a nemzetközi programkínálatnak. Minden este 22 órától a különleges hangulatú helyszín, máshol ritkán látható magas színvonalú kikapcsolódást kínál koncertekkel, kiállítással, utcaszínházzal és filmekkel. Az összművészeti programok áthidalják a földrajzi és kulturális távolságokat, hogy Kecskemét legrégebbi templomának romjain szülessen valami új minden este. A romkert programjai a Leskovszki hangszergyűjteménnyel együttműködésben jönnek létre, a rendezvények ingyenesek. Megmostad a kezed? Mármint szappannal. Meg is szárítottad? Mindenki kedvenc szuperhős családja visszatér. A Hihetetlen Család 2-ben ezúttal Helen kerül középpontba, így Bobra hárul a feladat, hogy Jannával és Villel megoldja otthon a hétköznapi élet kihívásait. Nehéz változás ez mindannyiunk számára, amit nem könnyít meg az sem, hogy senki nem tudja még mindig, milyen erő is lakozik Furiban. Amikor egy új gonosztevő elméjéből kipattan egy brilliáns és veszedelmes terv, a családnak ismét egy csapatként kell majd dolgoznia, ám az sem olyan egyszerű, mint a Hihetetlen figurák. A két Oscar-díjat nyert a Hihetetlen Család folytatásaként újfent Brad Pitt rendezte a második részt. A Pixar kereken 20. egész estés filmje már látható a kecskeméti mozikban. Kiváló vakációs program lehet az egész családnak. A D-monitor most megszakítja a műsort, hogy fontos bejelentés tegyen. Készülj, lehetnek durva dolgok. Igyekszem, ahogy tudom. Megint hova olyan sietős? Itt mellettem van a helyed. A moziban. A Kecskeméti Rajzfilm Stúdió 1971 óta vezeti a magyar animációs filmgyártást hazánkban. Eddig körülbelül 250 filmet készítettek az önálló alkotásként, hazai és külföldi megrendelésre, és több mint 50 díjat nyertek eddig nemzetközi fesztiválokon. A Hírös Agórában található kiállításuk látogatható az intézmény nyitvatartási idejében a második és a negyedik emeleten. És most nézzük, hogy mit tartogat számunkra Kovács Nóri kolléganőm. Jöjjön a sport! Az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése és a Kiskunsági Nemzeti Park tevékenységének megismertetése érdekében a Justícia Egyesület idén is megrendezi a Futóhomok félmaratont. Több távon is megmérettethetik magukat a kicsik és a nagyok. 6 éves korig 200 méteres, a 7 és 12 év közötti gyerekeket pedig 800 méteres futásra várják. Az idősebbek 8,5, 15 és 21 kilométeres távra nevezhetnek. A gyermekfutás ingyenes, a többi távon nevezési díj ellenében indulhatnak. A start 11 órakor lesz Bugac pusztán. Hétfő nyitástól július 1-e vasárnap zárásig egész hetes non-stop horgászat lesz a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A non-stop horgászatra is a hatályban lévő horgásztrend szabályai érvényesek.
Éjszakára csak egy érvényes bérlettel vagy két botos napi egyen lehet maradni. Zárás után egy horgásszal egy kísérő tartózkodhat, akinek éjszakai kísérőjegyet kell váltani. Várnak az uszodák Kecskeméten is. A kecskeméti fürdő is csatlakozott, a tárt kapukkal várnak az uszodák programhoz, melynek keretén belül vendégeik szombaton és vasárnap 10:30-tól ingyenes aquafitness órákon, valamint master úszóedzéseken vehetnek részt. A helyszín a fürdő hullámmedencéje, ahova élményzónába érvényes belépőjeggyel lehet bemenni. Ennyi fért mai programajánló magazin műsorunkba, én remélem, hogy mindenki talált kedvére való klassz programot. Találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra! A híróra végén pedig, ahogy megszokhatták, megmutatjuk a mai hírös hírek legfontosabb témáit. Még egyszer egy percben következik az Esti Gyors. Hétfőn indul a Rákóczi út páros oldalán az útburkolat javítása, a kivitelezés várhatóan egy hónapig tart. 11 milliárdos útfelújításokra készül Kecskemét, 3 év alatt mintegy 40 útszakasz újul meg, és több csomópontot is átépítenek. Július elején térségünkben lesz a junior tájékozódási futóvilágbajnokság. A megmérettetésen 38 ország 320 sportolója vesz részt. Szombaton nyitja meg kapuit a kecskeméti élményfürdő és csúszdapark, a vendégeket több újdonság is várja. Halála után 90 évvel is sokan emlékeztek meg ma a Ferenczi Idáról, Kecskemét híres szülöttjéről, Erzsébet királyné felolvasónőjéről. Egy helyen működhetnek hamarosan a kórházi osztályok Kecskeméten, elindultak a Pólus 2 program közbeszerzési eljárásai. Ez volt a híróra, holnap is várjuk Önöket, este 7-től egészen 8 óráig, 7 órakkal a híres hírekkel kezdünk, utána pedig itt a kiemelőben elmondjuk a háttérinformációkat és érdekességeket. Holnap már Barta Gabriella kolléganőm várja Önöket, tartsanak velünk akkor is, most köszönöm a mai figyelmet, további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!